88 évesen is még aktív közéleti tevékenység jellemzi Kovács Gyula bácsit, aki most jelentette meg első önéletrajzi ihletésű kötetét, Emberek, barátok, sorsok címmel. Ebből a kötetből azt is megtanulhatjuk, hogy milyen jó, hogy mi ebben a korban élünk, hogy már a békében születtünk, hogy mennyire kellene vigyázni, és kell vigyáznunk a békességre, az együttműködésre, mindenféle kirekesztést kizárni az életünkből, nem csak egy nemzet életében, a világ életében is, ez az együttműködési szándék. Tehát én ilyen nagyon tanulságos munkának is tartom. Fiataloknak és időseknek is, mindenki számára ezt a kis kötetet. A kor tükre, tehát nem csak a saját családi élményeit vonultatja fel, úgy íródott meg ez a könyv, hogy tulajdonképpen a mi történelmünk tárul elé. A vasutas telep története, egy iskola története, Dombóvár története múltja, tükre a múltunknak. Az új dombovári templom előtt tartott ünnepi könyvbemutatón különös hangsúlyt kapott a városrész 1944. június 30-ai légitámadása, amely a könyv egyik fő témaköre is. Benne van magában a címbe. Emberekről szól, sorsokról, barátokról. Hát most ugye kiemelném külön a barátok részét, ahol hát eléggé, hogy mi egy barátság tulajdonképpen. Hogyan kötődnek jó barátokhoz, ezt nagyon fontosnak tartom, és hogyan ismertük meg egymáshoz. Részletesen le van írva, elég különös sztori, hogy őszinte legyek, mert mindig verekedése kezdődött a barátságunk, és végül olyan jó barátok lettünk, hogy hadd ne mondjam, hogy nagyon ritka az ármos csapat, ugye Kurdi Simon, László, Szombat, Vilmos és jó magam. Ez azért fontos számomra, mert ez különösen megragadott, mert itt egy illusztrálni tudom, szóval bizony tudom, hogy úgy történt, ahogy én most itt leírtam a könyvbe, mert korábban hát teljesen téves úton például mit írt az akkori sajtó. Azt írta, hogy 32 liberátor, 183 bombát dobott le, a csendőrség szerint, a járás, vagy a szolgabíró szerint meg 182-t. Na most mi történt a valóságban? Valóságban az történt, mindössze 15 darab F-17-es Fairlink Fortress gépek voltak, nem tudom jelenteni ezért, de annyira meg lehet különböztetni, hogy egyértelmű, nem nehéz átéveszteni, a farg nem úgy állnak. Most miért, nem sokat nem számít, csak én lerazoltam a támadó, éppen abban az irányban néztem, mint szemtanú, mágot csinál, hogy jöttek ezek a gépek is. Olyan alacsony ereszkedtek le, hogy már a támadás nem tudott tovább 3 percig. Ismerve ma már a gépek sebességét, bombaterheit, és összesen ledobtak mindössze 60 darab bombát. Ég alakba jöttek, ezekkel mondjam így, és tulajdonképpen mindenki tudta, hogy mi a célpontja, bár az kiírt ez az egyik támadó, hogy Kaposvárt írt ki, valóban jól látszik, hogy Dombóvár. Tehát ő nem tudta, hogy hol van, de a célpontot az tudta. Az írót helytörténész ismerőse Takács Istvánné vette rá, hogy fogalmazza meg emlékeit. Aki ilyen élesen bevéste az emlékezetébe az egykori több évtizedes történeteket, és így tudja idézni, ilyen élesen tudja idézni. És ráadásul azért kutató munkám alapján sok mindent tudok már, tehát nagyon félre nem vezethető már egy helytörténész. Tehát inkább arról volt szó, hogy beszéltetni, hagyjon beszélni Gyula bácsit. Illetve sokkal okosabb dolog volt, úgy éreztem, ha kérem, hogy írja le. Ugyanis a élő beszédben időnként szeret elkalandozni. Elindul valahonnan, valami közben jön egy név, egy fogalom, és annak kapcsán, és akkor így vettem elő mindig a céduláimat, egy, meg kettő, meg három téma egymással párhuzamosan, ez nehéz lesz megoldani, és akkor javasoltam, Gyula bácsa, írja le, amit szeretne elmondani nekem. A kötet Dombovárváros önkormányzatának anyagi támogatásával jelenhetett meg. Az ajánlószövegben Pintér Szilárd polgármester megfogalmazta, ez az írás minden korosztály számára adhat valami újat. Valamikor ennek az évnek az elején január-február lehetett, megkeresett engem is egy A4-es
dossziét hozott magával, és mondta, hogy figyelj ide, Kerekes Lacinak adok egyet, még neked adtam, olvasátok el. Hát én két hétig nem vettem elő a táskámból, bevallom férfiasan. Gyula bácsi felhívott, Szilárd, olvastam. Hát Gyula bácsi, ne argulj, nem. Elővettem, két reggel elolvastam. Nem szóltam senkinek semmit. Negyedik nap felhívom igazgatórat, és mondom neki, te Laci, ne haragudj, te olvastad. Aztán mentem Budapest felé, elolvastam az Intercity-t, nagyon jó. Mondom, ugyanezt akartam én is mondani, de mondom, megvártam a te véleményedet. Úgyhogy ez a könyv, ez így kerülhetett ma a kezünkbe. Én bizonytalan voltam, el is felejtettem, de ő van annyira agresszív, hogy számon kér engem mindent. Harmadik héten elolvastam, és mindenkinek jó szívvel ajánlom, ezt a könyvet érdemes elolvasni. Kovács Gyula serdülőkori emlékei az olvasó számára egy történelmi visszatekintést nyújtanak. Erről maga az alkotó nem kis szerénységgel így nyilatkozott. Hát két évig tartott, mire leírtam, egyrészt ugye már a rajzon látható, hogy nekem tollam van, és szemüvegem. Az nagyon jó illusztráció, ez a Őri Gábornak az az illusztráció, nagyon tetszik, és nagyon jó könyvet csinál, úgy érzem, hogy ez egy olyan könyv, amit nyugodtan oda lehet tenni a könyvbáspultba. Az van. Dúlom én is, hát majd a kedves olvasó eldönti, hogy mennyire nem becsülöm túl magamat. Az Emberek, barátok, sorsok című könyv egy hiánypótló dokumentuma a város történetének. A szerző illusztrációi és a korabeli fotók alátámasztják a leírt történetek hitelességét.